Köszöntöm a Miskolci testvéreket, örülök, hogy látlak benneteket, és engedjétek meg, hogy átadjam a családom köszöntését, illetve délelőtt Béren jártam, nem tudom, járt már valaki Béren? Én még soha, nekem az, hogy nagyon kiesett, az valahol a Cserhátnak a közepén található kis falucska, de a Pest megyének a keleti része, ott tartott egy kis ilyen találkozót, én meg aztán átvághattam így keresztbe, de hozzátok onnan is örömmel jöttem. Köszönöm, hogy kedvesen fogadtok. Ma akkor a hitről kell beszélni, ám legyen. Amikor meg szokták kérdezni tőlem, túl hamar, hogy miről lesz szó, majd valamelyik vasárnap, akkor mindig azt mondom, a szeretetről. Mert az biztos, hogy arról lesz szó, nem? Tehát azzal nagyon nem hibázunk, de tudják, hogy ez csak egy ilyen tréfa. Vagy hát a hitről, azt is mondhatnám. Mindig ezekről van szó, de most tényleg erről lesz szó. Fennállva hallgassunk meg két helyről igét. Az egyik Júdás leveléből, a másik pedig majd a Efézusi levél végéről. Júdás levele. 3. versétől. Szeretteim, miközben minden igyekezetemmel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam, küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Efézus 6:10-től. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Amen. Foglaljunk helyet. Én is sok mindenen vagyok túl az elmúlt időszakban, és frissen vehettem részt tegnap a diplomaosztón, köszönöm az imádságaitokat, és hát mi ilyen friss diplomások leszünk lassan a Robival együtt, mindjárt 90 pluszosak, de ha összeadjuk az éveket, de jó, hogyha az ember tanul, kihívások, és tényleg úgy átgyúrja az embernek az életét. És erről a küzdelemről gondolkodtam én, hogy mindig van valami, amiért küzdünk, és szeretném, hogy most arra gondoljatok, arra az életterületre, ami nektek a küzdelem, ami a küzdelmes. Hát nyilván, amit hallottunk az előző megszólalásokban, van bőven, nektek lehet, hogy más, nekem lehet, hogy más. Küzdelem, harc. Mi mindig nagyon gyorsan elhúzzunk az országban, amikor vége a tanévnek. A június utolsó hetében szoktunk egy ilyen gyors tengerparti utat tenni, ha tehetjük, és azért is, mert mindenkinek már elege van az iskoláiból, a feladataiból, és amikor tehetjük, még ilyen féláras szálláshelyekkel, akkor megcélozzuk a legközelebbi tengerpartot. Ez mindig egy elég izgalmas dolog volt az életünkben, annál azoknál fogva, hogy hát nekem ilyen érett autóim voltak idáig, tehát amelyek már bizonyítottak, mint az Old Spice, és azért ott mindig izgalom, azért klímával megpakolva 120 fölött nem nagyon szeret menni az ember, jobb a békesség, tehát ne bántsuk egymást, csak jussunk el oda, aztán majd jussunk valahogy haza, és hát most ugye olyan lehetőség vannak nagy családosoknak, hogy nem tudom utoljára, de biztos, hogy először egy ilyen újabb forma autónk van. És elgondolkodtam, amikor tényleg betettem a megengedett fokozatra, fölpakolva, klímával az autót, hogy elindul, és megáll a tengerparton. És aztán visszajön. Hogy micsoda erő, hogy micsoda küzdelem, hogy ilyen masinát alkot az ember, erre ilyen, hát régebbi márkájú kelet-német, kelet-európai kocsikon felnőtt ember rácsodálkozik, hogy megy, hogy elvisz, és vissza, és milyen erő egy hatagú családot a minden vacakjával, lomjával elvinni 1500 kilométeren oda-vissza, beleborzongtam, hogy az milyen küzdésre teremtett jószág, pedig francia autó. Hát még ezt hozzáteszem. Ennyit az autókról. Az ember. Nemrégiben egy 86 éves bácsinak a sírjánál álltam meg, és ezen még inkább elcsodálkoztam, mint ezen egy hetes kalandon. Ez a 86 éve, hogy ebben mennyi küzdelem van.
Ez hány dzsúl? Hány dzsúl munka? Mennyi? Ez összefoglalható? Hogy az ember fizikailag mennyi lépést tesz meg, mennyi súlyt mozgat meg, mennyi erőfeszítése van, és aztán arról nem beszélve, hogy mennyi mindenért harcol, mennyi ütközet, mennyi csata, mennyi háború, és végig jutunk ezen az egész életen. Csak itt a földi síkját, ha nézem. Az ember egy küzdő lény. Valamikor nagyon nagy lendületem van a küzdelemhez, úgy vagyok, mint a hős, ti is. Föl kell, alig várja, hogy végigfussa a pályáját, ugye ez a napról van, alig, ha nem írva, de néha lehet, hogy érezzük így magunkat. Én fiatalabb koromban gyakran voltam így. Lehet egy kis magas vérnyomás is hozzá, tehát, hogy sokszor 5:30-kor fölébredtem, egy olyan lendülettel, 6 órakor már az országút mellett, ott futottam, kis ilyen reggeli sport. Hát ez mostanában nincs azért. Ma is 5:30-kor keltem, de hogy nem jutott eszembe, illetve eszembe jutott, hogy én máskor már ilyenkor, hát sportolni is szoktam, volt, de most valahogy nem. Ellenben eszembe jutnak olyan küzdelmek, amik csak egyszerűen a hétköznapi dolgok elvégzése rutinszerűen évek óta, hát 4 kisgyermek mellett elég sok ilyen teendőnk van, és már csak belegondolok, hogy egy fölébredéstől addig, amíg mindenki eljut az iskolába, mennyi munka, már elfáradok. Csak a hétköznapi természetes dolgok, és még nem is rendkívüliről beszéltem, és mégis, amikor az ige hozzám szól, ez a Júdás apostol, ugye nem az Iskáriótes, zárójel be azért, hogy nem, hogy valaki megtévedjen, de azért nem túl sokat idézzük ezt a Júdás apostolt, azt hiszem. Ennek az apostolnak az idős korában, visszagondolva mindenre, amit megélt, és ahogy látja önmagát, a hitét, a testvériséget, következő szózata van, szerettei, miközben minden igyekezettemmel azon fáradozom, tehát ez már igyekezet és fáradozás, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, ezt az intést megírjam, ez már teli van erőfeszítéssel, ez egy mondat. Fáradozás, igyekezet, szükség, intés. Pedig nem szeret az ember. És talán, ahogy tényleg fölöttem is az évek, meg fölöttünk, nem szeret az ember már belemenni minden csatába, minden küzdelembe, és mégis az apostol valami olyat lát, ami én azt mondja, hogy küzdeni kell, küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkor a szentekre bízhatott. Miért kell küzdeni a hitért? Mit jelent az, hogy küzd valaki a hitért? Ugye itt erkölcsi kérdések, amik fölmerülnek esetleg a gyülekezetben, teológiai kérdések, hitbeli kérdések, ilyen gyülekezet, élettani kérdések, hogy akkor melyik csoport, meg kinek van igaza, meg rettenetes, ugye a mai ember ezektől szereti, vagy hívő ember távol tartani magát, de azt mondja az apostol, hogy ilyen körülmények között is küzdjetek a hitért. Sokszor küzdünk, mi nagyon sok küzdelmünk van, és talán sokszor küzdünk a hittel, mint eszközzel valamilyen dolgokért. Ez tényleg lehet az iskola, munkahely, egészség, földi célok, mindaz, ami a mi nagy küzdelem emléktáblánkat majd teljessé teszi. Gondolj csak végig, mi mindenért küzdöttél az életedben. Éppen valaki megjegyzést tett az autóra, ami ugye itt az imaház előtt az autónkra, hogy ez volt-e az, amivel elütöttük az őzet. Igen, de azt én már elfelejtettem. Azt megéltem, azt utáltam azt az időszakot, amikor ott vagyok, hogy megfosztva egyik jószág által a kis jószágunktól, és tehetetlenül. De hát túlélve egy balesetet, az már a múlt, mindig a jelenben, ugye megélve, haragudva, elfáradva, küzdve, elcsüggedve, és aztán túljutunk ezeken, és elfelejtjük. És jön a következő, ami ugyanilyen fontos, most tudnám mondani, de már nem mutatlak titeket, meg a következő, meg az utáni, hogy küzdünk dolgokért. A hittel, de ez az igen nem ezt mondja, hanem, hogy küzdjetek a hitért. Tehát, hogy az, ami az eredmény, ami a gyümölcs, ami a cél.
küzdjetek a hitért. Kiknek mondja ezt Júdás? Ő a régi Billy Graham, aki a sok pogánynak mondja, küzdjetek a hitért, a hitetlen, elveszett, istentelen, vagy más vallású, vagy ateista, vagy mit tudom én milyen emberek, nekik mondja ezt? Nem, ez nem evangelizációit, hanem ez hitmélyítés szó szerint, ahogy talán ma délután is. Azt mondja, küzdjetek a hitért. Miért kell küzdeni a hitért? Olyan erkölcsi dilemmák vesznek körül bennünket, olyan teológiai, vagy olyan gyülekezeti, vagy társadalmi problémák, amik miatt kell a hitért küzdeni. Nem. Azt gondolom, hogy azért, mert a hit egy olyan valami, amiért mindig küzdeni kell. Mert az nem egy magától értetődő dolog. A hit az egy ajándék, egy kincs, de egyfelől csak az. És másfelől pedig munka, és nem kicsi. Hanem egy borzasztó nagy munka, egy borzasztó nagy feladat, küzdeni hitért minden helyzetben. Sokszor hallottam gyerekkoromtól ezt a mondást, nem tudom igaz-e vagy sem, de hogy a hit az egy döntés. Ezt én nagyon sokat hallottam, és aztán meg is hoztam ezt a döntést, elhittem, hogy a hit az egy döntés, és meghoztam az Úr mellett, és jól tettem, és örülök neki, és hálás vagyok ezért. De az elmúlt hetekben valami új színezetet kapott nekem ez a mondat, hogy a hit az egy döntés. Ez csak a megtérés előtt állókra igaz? Ez csak a gyerektáborba igaz? Meg az evangelizáción? Nem minden nap igaz ez a mondat, hogy a hit az egy döntés. Hogy ez egy döntési helyzet, amiben itt vannak villamosmérnökök, meg informatikusok. Két lehetőség van. Ugye van egy ilyen számrendszer. Melyik számrendszer az? Mennyien, ne súgjam, ugye? Ja. Kettes számrendszer, most nagyot mondok, ugye? Hogy vannak egyesek, meg nullák. Na most az Isten ország az pont ilyen. Nincs kis hit, meg nagy hit. Hanem van hit, vagy nincs hit. Persze bizonyos összefüggésben beszél Jézus arról, hogy a hitnek van egyfajta fejlődése, és mondja kicsiny hitűek. Miért kételkedtek, de hát valójában a probléma az ott, hogy ott nem volt hit. Máskor, amikor mondják, Uram, hadd legyen nagyobb a hitünk, akkor mit mond nekik? Egy mustármagnyi. Ez nem olyan, hogy sok van belőle, vagy kevés, hanem van hit, vagy nincs hit. Ott vagy egy helyzetben, és ma azt szeretném, hogy ne én prédikáljak valami általános érzelemről, meg vallásról, hanem azt szeretném, hogy egy konkrét helyzetre gondolj, amiben te most benne vagy az Úrral, jó esetben, és küzdesz, harcolsz, rugódozol, nem szereted, nem kényelmes, nem baj, az semmit sem számít. Egy valami számít, hogy ott közben küzdesz a hitért, vagy nem. A hit útvonal, a hit kapcsoló, az a nullánál, vagy egyesen? Egy rendes porszívón nincs sok gomb. Vagy megy, vagy nem megy. Hát tudom, a rendetlen porszívókon már van a turbó, hát persze azt mindig ugye, az férfi nem állítgatja, az csak turbon kell mennie, meg hogy szűken, bőven, de nem igazán lényeges ez, hanem hogy megy, vagy nem megy. És a hit, és úgy gondolom, hogy egy ilyen kapcsoló, hogy ott vagyok egy helyzetben. Nem az a kérdés, hogy baptista vagyok-e, vagy nem. Nem az a kérdés, hogy presbiter vagyok-e, vagy vasárnapiskolai tanító, vagy cipész, vagy egyházelnök, nem lényeges, hanem az a kérdés, hogy azt a helyzetet, azt hitből, vagy nem hitből élem meg. Nagyon érzem ennek a súlyát az életemben, küzdjetek a hitért. Ez egy küzdelmes dolog. Nem csak az a döntés, hogy befogadtam Jézust a szívembe. Ha, nagyon jó. Az a legfontosabb döntés. De kérdés az, hogy utána másnap, és harmadnap, és a következő nap, és az ezredik, vagy a sok ezredik napodon, akkor vagy egy új helyzetben, amire nem voltál fölkészülve, ami váratlan, ami kellemetlen, ami megoldandó, amiben van egy hit nélküli veszteség, vereség, és ott van az útja a hitnek, hogy akkor melyiket választod, küzdjetek a hitért. Judás azt mondja, ez egy küzdelmes dolog. Ez nem magától értetődő. Mindig csodáljuk a hithősöket, akiknek olyan könnyű, Müller Gyuri bácsi.
meg a sok régi nagy, akiknek így ment mindig. Honnan tudod? Beszélgettél vele? Mondta, hogy jaj, gyerekek, hát olyan ügyetlenek vagytok, nem így kell hinni. Hát úgy kell hinni, becsukod a szemed, és akkor hát olvasd el a könyvemet. Adok ingyen tisztelt példát. Nem hiszem, hogy ez így működik. Ha nem van egy helyzet, egy döntés, amikor el kell döntenem, hogy én egy vert állapotban, istentelen, Isten nélküli állapotban és nézőpontban megyek neki, vagy pedig hitáltalan. Küzdjetek a hitért, amely egyszer és mindenkor a szentekre bizatott, nem magánügy. Ez mindjártunknak a közös harca. Néha szétnézünk, és azt mondjuk, hát ő neki nem nagyon megy, azért a légkondira néztem, hogy nem sértődik meg. Biztosan, aki nem nagyon megy. Másiknak neki nagyon megy, neki olyan könnyű. Azt mondja Judás, hogy ez egy közös harc, egy közös dolog, ez mindenkinek fájdalmas, a sejtjeink, a ízületünk, a bőrünk küzd ellene, a testben járunk. Nem a hit világában járunk, hanem a test világában járunk. De gyulladt világosság, és szólt az ige, és jött Jézus Krisztus, és azt mondja, higgy, higgyetek. És olyan sokszor kérdezi is ezt, Jézus, hiszed? Hát persze, hiszem a leckét, csak nem hiszem a helyzetet. Ugye ez a tipikus példa, Lázárnak a feltámasztása. Hiszel az ember fiába, hiszel az örök életbe, hiszel a feltámadásba. Uram, én mindezekbe hiszek, csak itt vagyok egy helyzetben, agyonverve. És azt mondja Jézus, hát én nem a vallásodat kérdeztem, én nem az elveidet kérdeztem, hanem hogy most, itt, ahogy amiben vagyunk, abban van hited, van élő hited, van bizalmad. Miért beszélek erről? Mert nagyon sok ilyen helyzetbe kerülök mostanában, amikor ezt kérdezi tőlem Isten. Amikor ezt kérdezi tőlem, erre van hited neked? Ugye vannak olyan időszakok az emberiség életében, a mi történetünkben is, amik nagyon szárnyalóak. Ez lehet magánéleti jellegű. Valaki frissen diplomázott munkába állt, megkapta az első fizetését, földobta, aláállt, alig bírta utána összeszedni olyan sok. Most alakul a családja, ingatlant vásárolt, hát nagyon szuper. De nem mindig vagyunk így. Nem ez az élet. Szeretnénk azt hinni, minden grafikon így néz ki, így mutat, igaz? Fölfel, de az élet az ilyen? Nem. Az egészség, igen. És az egészségünk, az ember élet története az ilyen? Szárnya a fölfelé. Az se ilyen. Egy küzdelmes úton vagyunk, és vannak helyzetek, amikor könnyű a, hát ezt úgy mondjuk fiatalosan, a hype-on, a hullámon, könnyű a lendületben, a sodorban előre jutni, de mi van, amikor nem? Ugye ez magánéletig is változhat, de történelmileg is. Ma milyen időszakban vagyunk? Ma Magyarország, ma Európa, ma a világ milyen időszakában van? Én nem tudom nem hívőként ezzel milyen szembenézni. Mondjuk evolucionistaként, vagy ateistaként, de nem is akarom nagyon megtudni, ez igazság. Valójában érdeklődve szívesen elbeszélgetnék valakivel, aki így gondolkozik, hogy tényleg hisz a fejlődésbe? Tényleg hisz arra, hogy ezek egymásra épülnek, ezek a kockák? Hát így inog az egész, ne vicceljünk már, hát ez hova fejlődik? Ki az, aki még tud ebben hinni? Az én hitem az valami egészen más, és tudom, a tiétek is. Egy küzdelmes ige szakaszhoz lapozok, hogy olvastam, és az Efézusi Levél 6. része, az Isten fegyverzetének felöltése, ami megint csak ugye arról szól, hogy harcban vagyunk, küzdelemben vagyunk. Végül pedig, most úgy látszik két apostolnak is egy ilyen összegző üzenetét olvasom. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Van szükség erre az üzenetre ma? Erősödésre van ma szükség? Hát nem tudom, a forint hallja ezt az ige hirdetést, de nem is érdekel. Már nem. De nem könnyű ettől megszabadulni. Akkor az ember azt látja, hogy a életének a 20%-a, hát, hosszan szundítottam, és az úgy átaludtam, hogy elromlott. Ha ez az életünk 20%-a, vagy 10, vagy 5, vagy több.
Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Én személyesen és úgy gondolom történetileg is azt élhetem meg, hogy olyan sok minden elgyengül. Erőtlenné válik. Valahogy egy ilyen átmeneti korszakban vagyunk valószínűleg, ami a szétforgácsolódásról szól. Én emlékszem 2015-ben, amikor Budapestre költöztünk, néztem, szárnyalnak az ingatlan árak, mindenki örült, akinek volt ingatlanja, persze, de még be lehet szállni, hú de jó. Épülnek a házak, azt láttam, hogy minden utcában egy új ház épül, egyet meg felújítanak, és így vártam, mikor jön a miénk, a József utcában, még nem jött. A miénk leállt a többi épület is. Nem könnyű ezzel számot vetni fiataloknak, életkezdőknek, akik azon gondolkodnak, hogy mit csináljuk akkor, hogyha négyszer annyit drágul egy ingatlan, mint amennyit egy évben félre tudok szorgalommal és önmegtartóztatásra tenni. Nem könnyű idők ezek. Ezért szól hozzánk az ige, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Istennek hatalmas ereje van. Ő nem inflálódott a többi valutával együtt. Ő nem öregedett meg a többi ismerősömmel együtt. Ő nem erőtlenedett meg. Ő nem poszt-covidos. Ő neki nincsen háború okozta traumatikus elgyengülése. Nincs. És az előbbiek sem igazak rá. Hatalmas. Istennek hatalmas ereje van. Amikor hatalmak dőlnek össze, amikor hatalmas terveink dőlnek össze, akkor az Isten hatalma állandó. Hiszel az Isten hatalmas erejében. Én sokszor azt tapasztalom, hogy húzzuk le Istent magunkkal. Ahova mi tartunk, őt is próbáljuk oda lehúzni, de nem jön. Ő nem adja föl a hatalmas erejét, hanem azt szeretné, hogy mi erősödjünk őhozzá. Erősödj meg az Isten hatalmas erejében. Vagy döntésekben biztos vagyok benne. És abban is, hogy már nagyon sokszor döntöttél az Úr mellett, és döntöttél hit által. Tedd meg most is. Csak erre tudlak bátorítani. Bízz az Isten hatalmas erejében. Ő nem amortizálódott, ő nem kopott el, ő nem fáradt el, nem gyengült meg. Erősödj meg az ő Úrban és az ő hatalmas erejében. Miért gondoljuk, hogy az Isten elgyengült volna? Azért, mert van nekünk egy olyan problémánk, modern, 21. századi európai emberek, hogy mi minden nap akarunk valamit érezni. Amit nem érzek, az nincs. Az kuka. Az minek akkor? Szeretnénk valaminek hasznát látni. Valamiben előrejutás, gyümölcsözést látni, valamit tapasztalni. Minden nap szeretnénk, hogy meggyőzzenek bennünket, hogy ez a villanyborotva, ez még ma is megéri az árát, ami tegnap olyan jó volt. Ha nem, kuka. Nekünk minden nap bizonyítani kell, mert mi ülünk a trónon. Mi elvárhatjuk ezt, mi megérdemeljük, igaz? Hogy mindenki dolgozzon meg a mi figyelmünkért, a mi ragaszkodásunkért, a mi adományunkért, a mi érdeklődésünkért. És Isten ebben nem megy így bele. Borzasztó lehet az a házasság, amikor az egyik félnek minden nap rettegve és bizonytalanságban kell megdolgoznia a másik figyelmért, bizalmáért, érdeklődésért, mert ha kevés, akkor kevés. Ez nem házasság, ez mi? Nem tudom. Az Isten pedig ilyen szövetségben van velünk, ami nem akar minden nap bizonyítékokat hozni elénk. Nem ez a munkája. Az ő hatalmas ereje ott van, és azt szeretné, hogy te hittel nézz erre. Hittel figyelj rá. Nagyon meghatott egyszer, egy cigányember jött a világból, és már 40 fölött volt, ez ott idősebbet jelent, mint a mi számaink között, ott már egy érett, inkább idősödő embert jelent, és azt mondta, nézd, én már nem akarok semmit bizonyítani. Egész életemben mindig futottam, hogy bizonyítsak valamit, és már nem. Azt hiszem, hogy Isten is azt mondja, én nem akarok bizonyítani semmit, én ott vagyok a te életedben, és dönthetsz, egyes vagy nulla. Ebben a vonatkozásban nincs kis hit meg nagy hit, hanem van hit, vagy nincs. Azt mondja Jézus, ha van hit, abban a mustármag is elég. Elég az első emeletig, nagyon jó volt a példa, feljönni, a többit intézem én.
Ennyit szerettem volna elmondani csak, és azt szeretném, hogy gondoljunk most egy területre, ahol gondban vagyunk, mert erőtlenség van, mert nincs erő, nincs hatalom, és kopik a remény, kopik a lelkesedés. De beláthatjuk, hogy ez leginkább azért van, mert nem látjuk abban benne az élő Istent, abban a helyzetben. Tudjuk, hogy van, sose tagadnánk meg. Lehet az életünket odaadnánk érte, de hogy belelátni abba a helyzetbe, mert ott pénzről van szó, ott meg előrejutásról van szó, ott pedig egy valami csapda helyzetről van szó, hát ezekben nem. Olyan sok helyzetből, gyülekezeti helyzetekből, családi helyzetekből kiszorítjuk Istent. Amúgy van, amúgy minden rendben van, de hát ez a helyzet. Másokat legalábbis nem tudom látni annak, ami a hátterébe lehet a sokszori lehangoltságunknak, lemondásunknak, elfáradásunknak, elerőtlenedésünknek. Erősödjetek meg az Úr hatalmas erejében. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és hogyha van imádság bennünk, ha látunk olyan területet, amire nézve semmi más dolgunk nincs, csak megvalani, hogy az Isten hatalmas ereje arra a területre is érvényes, tegyük ezt meg. Ő rászolgált a bizalmunkra, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Uram, én ma is döntök hittel, és tudom, hogy benne vagy abban a helyzetben is, mert te mindenben és minden fölött ott vagy, hatalmas vagy, imádlak téged, és bocsásd meg az elcsüggedést, az ürességet, a lemondást, a magányosságot, a haragot, a dühöt, ami ezekből származott. Pedig te ott vagy, és győztes vagy, tiéd a dicsőség. Imádkozzunk tovább, hogyha van imádság bennünk. Amen. Olyan küzdelmes neked ez a hitút. Nagyon jó, akkor azt csinálod, amit Júdás levele mond neked, hogy küzdjél a hitért. Nagyon jó. Kőszírtál el nem mozdul. Jézus Krisztus mondja, hogy én vagyok a kőszikla. És azt gondoljuk, hogy az olyan könnyű volt, amikor ő itt volt, akkor minden olyan magától értetődő, minden olyan egyszerű, olyan könnyű hinni. Biztos? Nagyon sok helyzet van, szinte mindegyik találkozásban ott feszül a kérdés, amikor valaki Jézussal találkozik, hogy hiszel? Van hited? Csak ennyi. Sokszor nem firtatja Jézus a hátteret, nem firtatja, hogy kinek mi volt a felelőssége, mi vezetett oda, hogy valaki bekerült a gödörbe, hanem csak annyit kérdez, hogy van hited, vagy nincs. És olyan gyönyörű válaszok azok, amik ebben a kifejezésben, vagy bármi másképpen is, de ezt fogalmazzák meg, hogy hiszek. Van hitem. Erre a területre is, nem csak az Istenben, nem csak Jézus Krisztusban, hanem erre a területre, erre a kérdésre nézve is. És amikor nincs meg ez a meggyőződés, még akkor is van egy köztes út, ami úgy kezdődik, hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen. Mit csinált az a személy? Hát azt, amit Júdás mondott neki az apostol, hogy küzdj a hitedért. Küzdött a hitedért, azt mondja, én tudom, hogy nincs sehol máshol reménység, akarom a hitet, a győzelmet a hitért való küzdelemben. Álljunk most fel, és adjunk hálát azért, hogy Jézus Krisztus ma is jön elénk áll, és most is ezt a kérdést teszi fel, hogy hiszel-e, van-e hited arra, hogy üdvösség jelei vannak előtted, hogy ez a szívedbe, az életedbe fogadható. Igen, Uram, te ilyen vagy, nem akarod, hogy bárki kimaradjon, bármelyik áldásodból is, amit elkészítettél, hanem azt szeretnéd, hogy hittel ragadjuk meg ezeket, Uram, bűnbánattal vallom be. Talán ezt a legnagyobb bűnömet, és a legnagyobb bűnünket vallhatjuk meg, amikor azt kell bevallanunk, hogy nem hiszünk te benned. Uram, hiszünk, mint megváltóban, hiszünk, mint Úrban, de szeretnénk hinni úgy is, mint az egyes életterületeknek is Urában, aki mindenható, és tényleg mindenható. Uram, te látod, mennyiszer küzdök az életnek az összetettségével, bonyolultságával, pedig tudom, hogy a kérdés az a legtöbbször csak annyi, hogy hiszek benned, vagy nem az adott helyzetben. Tudok rád nézni bizalommal, reménységgel,
örvendezéssel, békességgel, magasztalással, Uram, így szeretnék lenni élete minden napján. Köszönöm, hogy ebben erősítesz bennünket. Köszönöm, hogy te nem elgyengülsz mi hozzánk, hanem szeretnéd, hogy mi fölerősödjünk te hozzád. A te hatalmas erődhöz dicsérünk ezért téged, Uram. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, áldásod gazdag folyóit, és köszönjük, hogy ez nem csak egy ilyen szófordulat, vagy egy közhely lehet, hanem köszönöm, hogy átélhetjük ezt hétköznapjainkban, és ünnepeinkben, és problémáinkban, betegségeinkben. Köszönjük, hogy számolhatunk veled, és szeretnénk is megdicsőíteni a te nevedet azzal, hogy odafigyelünk rád, és várjuk a te kezed munkáját, ahogy megmozdul és cselekszik. Dicsőítünk ezért, hogy számon tartasz minket, és személyesen ismersz minket. Amen.